Megtartották az év első képviselőtestületi ülését Bátaszéken, ahol a várost érintő fejlesztési és üzemeltetési kérdésekben is sikerült döntést hoznia a képviselőknek. Közvilágítási lámpatesteket fogunk cserélni. Itt a szerződés aláírása néhány héten belül megtörténik, és a új lámpatestek kerülnek megrendelésre, amik most már ugye 10 éves garanciális időszakot fognak teljesíteni. A lámpatestek cseréje attól függ, ugye, hogy a mostani szállítási helyzet mikor fog tudni megoldódni, tehát a vállalkozó megrendeli ezt külföldről, és amint ez beérkezik, akkor néhány napon belül elkezdi felszerelni, és azokon a helyeken, ahol nem világít, vagy kevésbé világít, azok a lámpatestek lesznek kicserélve. Várhatóan 5 millió forint értékű megrendelést fogunk tudni vállalkozó felé nyújtani. A temetőbe a temető üzemeltetője jelezte, hogy az urnafal lassan betelik, így új urnafalnak az építését, kivitelezését fogjuk megrendelni a vállalkozótól. Továbbá egyes árkok, külterületi árkoknak a kaszálásához is kapcsolódóan szerződést fogunk aláírni, hogy a csapadékvíz lefolyását itt is biztosítani lehessen a nagyobb csapadékok idején. Emellett új urnafal építését is tervezik a bátaszéki köztemetőben, és a belügyminisztérium által meghirdetett pályázatra is beadja tenderét az önkormányzat. Ez több mint 23 millió forintos bruttó értékű pályázat lesz. Itt a járda felújítás, ugye a Szent Háromság teret, illetve a Szent István teret érinti, közel 260 méter hosszban és 430 négyzetméter felületen. Nem csak a betonkőburkolat kerül kicserélésre, hanem részben a csapadékvíz elvezetés is megújításra kerül. Ehhez az önkormányzat több mint 8 millió forintos önrészt fog biztosítani. A közgyűlésen tárgyalták Bátaszék 4-es számú házi orvosi körzetének sorsát is, amit 2020 decemberében bekövetkezett haláláig dr. Sziklai Lajos címzetes főorvos töltött be. Most pályázatot írnak ki a praxis betöltésére. Bátaszékváros önkormányzatának a kötelező feladata a négyes számú házi orvosi körzet ellátása. Ugye ezt jelenleg helyettes házi orvos biztosításával oldja meg. A körzet feladatainak ellátására tartós megoldás lenne, hogyha a pályázati felhívás keretében egy olyan házi orvos érkezne, aki állandó jelleggel ellátná a körzet feladatait. A Rákóczi Szövetség kérelmét is az első képviselőtestületi ülésen bírálta el a város vezetése. A Rákóczi Szövetség az előző évekhez hasonlóan az idei évben is egy olyan támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy támogassák a magyar iskolaválasztási programját. A magyar iskolaválasztási programnak a célja, hogy a külhoni magyar közösségek megmaradását segítse, azzal, hogy segítséget nyújt ahhoz, hogy a magyar családok magyar nyelvű iskolákba írassák gyermekeiket, ne államnyelvű iskolákba. A bátaszéki képviselőtestület 100 000 forinttal támogatta a külhoni, elsősorban a nagysallói magyar családokat, hogy magyar iskolába járhassanak gyermekeik. Bozsolik Róbert, a település polgármestere a költségvetési tervek elfogadásáról adott tájékoztatást. Elmondta, a köztemető működését 1 millió forinttal támogatják majd, hiszen az üzemeltetés során befolyó bevételek és a keletkezett kiadások különbözete ennyi. Áttekintettük, hogy 22-ben mit is gondolnánk még a temetőben fejlesztési feladatot végrehajtani. Szeretnénk befejezni a temető belső útját, reményeink szerint az utolsó ütemhez fogunk érni. Néhány folyóméter járdaburkolatot szeretnénk megújítani a temető főbejárata környékén, illetve a temető északi kapuját kell átépítsük annak érdekében, hogy a teherközlekedés is biztonságos legyen. Általánosságban viszont úgy értékelte a képviselőtestület, hogy a temető rendje
az megfelel az elvárásoknak. Igaz, a lakosság részéről érkeztek jelzések a kapuk nyitvatartásával kapcsolatban, vagy néhány fa állagával kapcsolatban. Ezeket igyekszünk az üzemeltetőn keresztül folyamatosan orvosolni, és hát igyekszünk olyan állapotokat teremteni a temetőn belül, ami elvárható egy kisváros temetőtől 2022-ben is. Az önkormányzat gazdasági társaságainak 2022-es költségtervét is elfogadta a testület. A Bátkom Kft. Üzleti terv elfogadása kapcsán megállapítottuk, hogy a tervezés során igyekeztünk megtervezni mindazokat a személyi jellegű kiadásokat, amelyek feltétlen szükségesek ahhoz, hogy a város üzemeltetési feladatokat el tudja látni. A jóvágyat állásáhez biztosítottuk a megfelelő pénzügyi forrásokat, illetve úgy terveztük meg a Bátkomnak a működését, eltérően a 2021-es esztendőtől, hogy idén már minden egyes létesítménynél teljes évben gondolkodunk, nyitvatartásba gondolok én a tanúszodára, hiszen 21-ben a koronavírus miatt volt egy időszak, amikor nem működött az uszoda. Ebből adódóan mintegy 200 millió forint lesz a fő összege a Bátkom Kft.-nek. Úgy látjuk a mostani információk alapján, hogy ha és amennyiben nem történik rendkívüli helyzet, akkor ebből az összegből legalább olyan szinten tudjuk működtetni a várost, közterületeit, zöld területeit, intézményeit, mint 2021-ben. A Marketing Kft. Tekintetében is megtettük ugyanezt. Végig gondoltuk, hogy milyen feladatokat szeretnénk megvalósítani, milyen rendezvényeket szeretnénk megvalósítani 2022-ben. Kisebb vita alakult ki a bornapok kapcsán, nem a megrendezéssel kapcsolatban. Mindenki megfogalmazta, hogy igenis szükség van Bátaszéken egy ilyen ívós rendezvényre. A költségek tekintetében volt némi nézetkülönbség, hogy szabad egy településnek adott esetben mintegy 17 millió forintot saját forrásból biztosítani egy ilyen rendezvényre. Azt gondoljuk, hogy ez a rendezvény most már úgy kinőtte magát is, hála jó Istennek, annyi bátaszékinek és környébelinek ad találkozási lehetőséget, jó programot, kikapcsolódást, hogy ezt mindenképpen szeretnénk 22-ben is megrendezni. Természetesen a Marketing Kft.-nek nem csak rendezvényszervezési feladatai vannak, hiszen a tájházüzemeltetésen belül egyéb városi programokat is szerveznek. Ehhez biztosítottuk az üzleti terven belül a megfelelő forrásokat, mintegy 68 millió forintot fordít majd a város közműveldési feladatokra. Az üzleti tervvel együtt elfogadták a rendezvényprogramokat is. Ebben a rendezvényprogramban azokat az eseményeket elemenítettük föl, illetve neveztük meg, amelyek mondjuk hosszú évek óta zajlanak már településen, gondolunk én Majálisra, Rétes Fesztiválra, pedagógus napnak a megünneplésére, természetesen a rendezvényprogram része az állami ünnepségeknek a megtartása. És hát ebben az esztendőben testvértelepüléseinkkel is jubileumot, keret évfordulót ünneplünk. Pézikhelyi barátainkkal 30 éves lesz a testvértelepülési kapcsolat. Terveink szerint a Pünkösdi Rétes Fesztivállal együtt ünnepelnénk meg Bátaszéken ezt a jeles alkalmat. Még felvidéki barátainkkal, Nagysalóval 25 éves lesz a testvértelepülési szerződés aláírásának kerek évfordulója. Itt pedig a bátaszéki bornapok keretében szeretnénk velük együtt ünnepelni ezt a jeles évfordulót. Nagy tervekkel indul tehát Bátaszék neki a 2022-es évnek, és bizakodnak abban, hogy meg is valósíthatják azokat.